Sziasztok és köszöntek titeket a mai videóban, amiben itt vannak velem a srácok, itt van Barni és Ábel. Hello! Hello, bello! Nagyon rég volt ilyen hármas videós, srácok. Még nem kell írni. Már írni kell? Az micsoda? Nyertem! Mi ez a fej? És én csak mondom, hogy mi történt. Dehogy is, hát írjam, ez a lényeg, hogy melyikünk a leggyorsabb. Hát boldog vagyok. Na jó, srácok már. Na, a helyzet az, hogy a mai videóban azt fogjuk megnézni, srácok, hogy igen, melyikünk a leggyorsabb. Ah, én nagyon. Nem, Usain Bolt. Én egy perc. Nagyon jó a kérdés. Ja, vagy a zuhanyzás is benne van. Kezdjük el azzal, hogy szerintünk beszéljük át, hogy ki miben a leggyorsabb. Mondjuk Ábel, te miben vagy a leggyorsabb? Hát én... A recska nem számít, hogy valami normálisat. Parkolással való meghúzás, a másik autók meghúzásában. De nem, most komolyan sem. Amúgy abban tényleg vagy a leggyorsabb. Nem, amúgy nem, jó parkoló. Barni, miben vagy a leggyorsabb? Szerintem futásban itt én vagyok a leggyorsabb. Á, én. Ilyen 6 méteres lábaimmal? Láttad, hogy milyen... Esküszöm. Tudjátok, mi vagyok még nagyon gyors? Kocsi összetörésben, abban én is jó vagyok. De srácok, komolyan! Futásban, én azt tartom. Azt mondod, hogy lehagysz engem, akinek ilyen hosszú lábai futásban, én lehagylak. Futásban én hagylak a titeket. Na, na jó, már meg a futós videó érkezik. De futásban úgy hagysz minket, hogy még jobb... Ja, sprint biztos, hogy nem. Sprintben biztos. Én nyerek, tuti. Abban biztos, hogy én nyernék. Srácok, hát a fizika. Mondjuk úszást mondhattál volna, mert abban szerintem tényleg gyors vagy. Úszás, szerintem úszásban biztos vagy Barni a leggyorsabb. Én a futást olvasásban... magamnak tartom. Ez a futás, ez érdekel most. Tényleg, mindannyian kockultunk, van akinek most is, van akinek régen volt kockulós időszaka, én akkor tanultam meg gyorsan írni. Közgazdasági szakközépiskolába jártam, igen, aminek igen, az a lényege, hogy ott volt gyors és gépírás, amiből semmit nem tanultam, tehát nem amit írok gyorsan. De mi ezt meg lehet tanulni gyorsan? Igen, nem, igen. Nem csak ilyen gyakorlat kell? Nem, nem, ott volt verseny, volt ilyen gépírás verseny. Igen. De mindegy, nem ott tanultam meg, a kockulásból. Szóval most azt fogjuk megnézni, hogy ki ír a leggyorsabban. De várjál, a kockulásban én max annyit írok gyorsan, VA. Tehát, hogy... De várj, mert nekem meg át kell állítani a billentyűzetet, mert ugye angolom van. Van egy tenfastfingers.com nevezetű oldal, ahol random szavakat dob fel a program, és egy perc alatt leméri, hogy hány karaktert ütöttél egy perc alatt, mennyi volt belőle helyes, mennyi volt helytelen, hány szót írtál, tehát mindent. Várj, akkor egy percig megállás nélkül? Igen, és space-el írt, tehát space-t kell csak nyomnod. Tehát minden, vagy nem tudom neked mi az első szó, leírod, hogy lesz, space, és írod tovább, mint a space-el írnál. Ha adtok nekem egy rendes keyboardot, akkor én is tudnék. De már a kifogások, srácok, nincs mert kifogás. Mert laptopon más gyorsan ez írni. Mi? Jó, Katilcsoda. Oké, ahogy az első elkezded írni, akkor megy. 1, 2, 3! Nem baj. Hát figyelj, ezt nem tudom, timelapse-ed le. Nem kell enter. Enter. KFT, azt tudom! 3, 2, 1. Fú. Hát ez... Úristen. Ez nagyon kevés. 39 szó per perc. Neked... Abból... Várjál, itt volt egy ilyen 35 a helyes, 35 a helyes, és Muti? 138 szó per perc az első. Nekem 127 a rekordom. Akkor, várjátok, de nekem itt csönd kell. Nekem itt csönd persze. Kell. De persze. Persze, mi írni? Csönd kell, tehát 39 hagydott. Mehet? Mehet. Mehet? Mehet. Másban lenne ilyen gyors tes. Abba is ilyen gyors. 1, 2. Úristen! Nagyon rossz. 11, az sok. 111 words per... 111 szót írtam egy perc alatt. 102 volt helyes, 14 volt helytelen. Amúgy az elején nagyon, amikor benne volt, elkezdted, nagyon, aztán hozzászóltunk, és piros lett egy csomó. Na, pont erről beszéltünk a podcastben. Igen. De amúgy az a durva, hogy nekem nem tűnik fel, de 111 szó az azt jelenti, hogy majdnem 2 szót leírok és egy másodperc melyik? Alatt. Gyerünk! Valami epic zenét szeretnénk kérni. Meg füstöt, tüzet. Tűzjáték. Egy nyomkatot. Elkezdte. Aszta, nem rossz. Aszta rohadt. Gyorsan ír. Nem muszáj kiavítani, mert spacelhetsz is. Én nem látom. Emiatt ugattam, hogy én beszéltem te közben, ugye? Hogy most én beszélek hozzá. Nincs meg a hosszú p***i. Pedig gyorsabbnak tűn. 74. Neked mennyi volt? 39. Ne, de gyorsabbnak tűntél. De ne, azért, nem mert én a osztrák billentyűzeten tanultam írni, és ott nincs hosszú, ja, meg ja, mert csak azt az én, hogy Österreich, meg ja. Igen, ott rövid lő. Ja, ő osztrák billentyűzeten tanult. Ja, és igen, úgy tanultuk, hogy közben sílét volt. És az Alpokon is sílelgettetek. Fú. De rohadék. Nem vicces vagyok. Na, a saját billentyűzeteddel gyorsabban menne? Ott... Gara, hazamegyek, lemérem. Eskü érdekel. Hát, de küldj egy képet akkor... róla. Jó, persze, megfotosok, hogy 1111. Itt egy screenshot. 10500.
Le fogok merülni, leállítom. Jó, az helyzet, srácok, most megtudtuk, hogy melyikünk ír a leggyorsabban. A következő videóban megígérem, hogy megtudjuk tényleg, hogy ki fut a leggyorsabban. De olyan videót én akartam most csinálni. Ne, azt most nem csinálom. Lemerült. Ne! Akkor most már csak hangot hallom. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Nem tessétek el feliratkozni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok. Sziasztok, most integetek.